Miközben a lelkiismereti és vallás szabadsága a nyugati világ egyik alappillére, addig világszerte számos embernek üldöztetést kell kiállnia, mivel nézeteik nem azonosak a hazájukban elfogadottal. Iránban több mint fél éve börtönöztek be 7 oktatót, bűnük, hogy bahájok, vagyis nem az államvallást, a muszlimt követik. Nézzük meg egy összeállítást, amelyet a hazai bahái hívők készítettek vallásukról és az iráni helyzetről. A bahái hit egy világvallás, amelynek célja, hogy egyesítse az összes emberfajtát és népet egyetlen egyetemes ügyben és egy közös hitben. A bahái hitnek 6 millió követője van világszerte, és területileg a második legelterjedtebb vallás a világon. Bahá'u'lláh üzenetének a lényege az, hogy az egész emberiség egyetlen faj, és eljött az idő, hogy egyetlen világméretű társadalommá egyesüljön, kulturális sokszínűségének megőrzése mellett. A bahái hitet 1844-ben Bahá'u'lláh alapította, akiről a bahájok úgy hiszik, hogy ő minden korszak megígértje. A bahái hit Iránból származik, ahol a követőit vallásuk miatt üldözik. A bahái közösség mintegy 300 ezer tagot számlál Iránban, ezzel az ország legnagyobb vallási kisebbségének számít. Az iráni forradalom 1978-as kitörése óta a bahájok üldöztetése felerősödött. A bahájoknak minden nap negatív propagandát kell elszenvedniük az iráni médiától. Nem gyakorolhatják szabadon a hitüket, és alapvető emberi jogoktól fosztják meg őket. Ha csak hitüket meg nem tagadják, nem kaphatnak állást állami szerveknél, és nem nyerhetnek felvételt egyetemekre sem. Ha bahájok meghalnak, akkor nem tudnak normálisan őket temetni egy olyan temetőben, ahol mindenki más, hanem várostól messze, egy másik helyen, egy külön helyen őket temetik. Azzal együtt, hogy sokszor látogatnak a temetőket, és tönkre teszik ezeket a helyeket. Úgyhogy én most ebben a pillanatban, akármennyire is szeretem az Iránt, az országomat, nem nagyon szeretnék ott élni. What is the reason the Iranian government is so much pressuring the Baha'is? Why? What are they afraid of? Bahá'u'lláh megrajzolta az egység körét, elkészítette a tervet minden nép egyesítésére, és mindannyiunknak az egyetemes egység sátrának menedéke alá gyűjtésére. Ez az isteni bőkezűség műve, és mindannyiunknak szívvel, lélekkel addig kell fáradoznia, amíg az egység valósága megvalósul közöttünk, és ahogy dolgozunk, úgy alatik meg majd nékünk az erő. Vendégünk a stúdióban Selyem Gyöngyi, a Magyarországi Bahái Közösség képviselője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Említettem, illetve szó volt a 7 oktatóról. Mit tudunk róluk? Annyit tudunk róluk, hogy elítélték őket, bár az ítélet szövegét még nem kaptuk meg, a védők se kapták meg. 3 és 4 évre ítélték őket, és most elkezdték ezt a börtönbüntetésüket. A hírekből ismerjük ezeknek a börtönöknek a körülményeit, illetve aki odaba kerül, az nem sok jóra számíthat. Az életük veszélyben van? Hát azt gondoljuk, hogy talán nem, de hogy nagyon-nagyon nehéz körülmények között vannak. Ezt más bahái börtönbe csukott barátoktól lehet hallani, akik akár már 4-5 éve is börtönben vannak, hogy nagyon sanyarú körülmények között vannak ők. Vannak olyan bahályok, akik annyira kemény börtönben vannak, például hölgyek, akik 400 másik rabnővel kell egy fedél alatt lenniük, akik igen féltik az életüket, és az ő életüket mi is féltjük. Ugye azt mondtam, hogy azért kerültek ők a hatóságnak a látókörébe, mert nem az államvallást, a muszlint követték. Milyen okkal tartóztatták le őket? Bahájokkal? Az okot azt mondták, hogy az állam ellen szövetkeznek, és hogy veszélyesek az államra, illetve hogy külföldi gyökereik vannak, és külföldi felszólításra végül is az államrend ellen törnek. Ez volt az ok. Mit tudnak tenni, vagy mit tesznek annak érdekében, hogy kihozzák őket onnan, önök, a közösség? Hát azt gondolom, hogy kihozni, az nehéz lenne, de hogy ne kapjon olyan erős vagy kemény büntetést,
igazán azt lehet elérni, hiszen 10-15 évvel ezelőtt még ítéltek bahájokat Iránban halálra is, és volt halálbüntetés is. És az elmúlt időkben, bár a halálbüntetés az cél volt egy előző perben, de pontosan most, amit itt is látunk, hogy a média szól róla, hogy nemzetközi közösségek, akár az ENSZ, akár az Amnesty International, akár nagyon sok ország diplomáciai testületei, így Magyarország is felszólal ezek ellen, az üldöztetések ellen. Ez egy nagy segítség. És a bahái közösség ennyit tud tenni, hogy egyrészt diplomáciai vonalon, másrészt média vonalon egyes országokban megszólalnak, és elmondják ezt, és minden józan gondolkodó ember természetesen ezt elítéli. Ez az első eset, hogy vallási okokból bebörtönöztek embereket Iránban, illetve a világ más pontján? Nem, egyáltalán nem. Tulajdonképpen a bahái történetét Iránban végigkíséri ez. Már a kezdetek kezdetén is jellemző volt ez, hogy üldözték a bahájokat. Voltak jobb időszakok, voltak nehezebb időszakok. Most újra egy ilyen nehezebb időszakot élünk, amikor az állam mindent megtesz azért, hogy a bahájokat lehetőség szerint megfossza minden joguktól, és ezért aztán iskolában sem járhatnak, közszolgálatra nem veszik fel őket, csak általános nevelést kaphatnak. A bahájok, ha házasodnak, az sem egy igazi érvényes házasság, mert Iránban csak úgy lehet házasodni, hogyha az ember kimondja, hogy én Mohamedán vagyok. Mi ennek az oka? Tehát mi az, amiért ennyire elutasítják Iránban ezt a közösséget? Nagyon egyszerű, azért, mert Bahá'ullah végül is egy új vallást alapított, és a Mohamedán vallás után keletkezett ez a hit, és ők úgy tartják, hogy hite elhagyók ezek az emberek, akik bahájok lettek, holott igazán a békére, a megértésre, az egységre szólít fel ez a vallás, de nagyon, nagyon érdekes tanításaik vannak, ami nem egyezik a Mohamedán tanításokkal. Beszélek itt a társadalmi tanításokról, férfinő egyenlősége, a tudomány és a vallás egyenjogúsága vagy harmóniája, mindenféle előítéletek eltüntetése, vallási előítéletekkel kezdve. Nincs a bahái vallásban papság például, ez is lehet egy volt valami olyan pont, amikor elindult a bahái és az iráni állam közötti, illetve egyház közötti nézeteltérés, tehát mióta tart ez? Igazán ott erősödött fel talán, amióta újra Irán egy Mohamedán állam, tehát a Homeini időszak után. De ezt annyira egyértelműen kimondani nem lehet, hiszen a Sah idején is volt azért üldözése a bahájoknak. Mi a helyzet a többi egyházi tagokkal, itt vele, más felekezeteknek a tagjaival? Ők is ilyen üldöztetésnek vannak kitéve? Talán ennyire egyértelmű, kemény üldöztetésnek nem, de nekik sem könnyű. A keresztény közösségeket is korlátozzák szabadságjogaikban. Talán nézetében egy picit más, mert egy ember tudatlan és nem ismeri el Mohamedet, az egy kategória, és valaki elfordult Mohamedtől, és úgymond elhagyta az ő egyházát, az egy hitelhagyás, az egy főben járó bűn, és az halált érdemel. Tehát ennyit, ez a nüansznyi különbség van, de a többi vallási felekezetnek se könnyű. Nagyon szomorú ez a téma, de beszéljünk akkor egy kicsit magáról a bahái közösségről. Mit tud tenni például a bahái nemzetközi közösség, például ebben a konkrét ügyben, de mondjuk a megkülönböztetés ellen? Ebben a konkrét ügyben, a bahái nemzetközi közösség diplomáciai ügyekben, tehát diplomáciai úton is eljár, egyének útján is eljár, úgy is eljár, hogy minden egyes bahái hívő az a bahái közösség képviselője, tehát fel tudja hívni erre a figyelmet. De hogyha egy kicsit tágítjuk a kört, és amit ön is mondott, mindenféle megkülönböztetés ellen, a bahái hitnek az első alaptétele ez az egység,
És ez az egység, ez azt jelenti, hogy minden ember egyenlő. Bahá'u'lláh azt mondja, a Föld egy ország, és az emberek a polgárai. A baháj közösség nagyon sok fejlesztő programot csinál, nagyon sok lelki fejlesztő programot ajánl, aminek az egyik fő tanítása pontosan ez, hogy ne nézzük egymásban a különbségeket, hanem a hasonlóságokat, és jöjjünk rá arra, hogy egyetlen emberi faj van. És hogyha ezt a fajta előítéletet, ami valami módon a történelem során kialakult az emberekben, ezt el tudjuk hagyni, mert hogy a világ egy olyan időszakot él át, amikor már ezzel nem tud működni, ez a baháj hitnek az alapszellemi tanítása. Engedje meg egy személyes kérdést. Ma Magyarországon, ha valaki meg akar ismerkedni ezzel a közösséggel, vagy baháj hívő szeretne lenni, akkor ezt hogyan és hol teheti meg? Baháj hívő az lesz, aki elfogadja Bahá'u'lláh-t, mint a korunkra ígért megnyilvánulást, isteni küldöttet. És nincsen semmiféle formalitás, igazán annyit, hogy a baháj közösségnél jelentkezik, és csatlakozik ehhez a közösséghez. De igazán bahájnak lenni az egy lelki út. És ezen a lelki úton kezd el valaki járni, és nem a csatlakozás része fontos, vagy az adminisztratív része, hanem azt, hogy belátom azt, hogy én egy emberként is tudok tenni magamért, a környezetemért és a világért, és tudok magamon dolgozni, hogy egyre jobb legyek, és egyre közelebb legyek Istenhez. Ön miért lett bahái hívő? Én azt gondolom, hogy ez egy logikus döntés volt, és ez nagyon érdekes a hit és a tudomány kérdésköre. Én egy nagyon-nagyon erős, reál kiképzést kaptam, és nagyon reálisan gondolkodó ember voltam, és én azt gondolom, előbb fogadtam el azt, hogy a baháj hitnek igazsága van, mint az isteni lény, vagy isteni létet. És nekem ez egy teljesen egyértelmű, logikus döntés volt, hogy egy olyan vallás igazságát fogadjam el, ami azt mondja, hogy lássuk meg minden egyes vallásban az azonosságokat és a folyamatosan fejlődő kinyilatkoztatás fogalmát, ami nem elválaszt, hanem egyesít, ahol képes vagyok egy buddhistát, egy keresztényt, egy krisna hívőt, egy mohamedánt is pont annak az Isten teremtményének látni, mint akár én magamat, egy baháj embert. Sejem Györgyi, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megosztotta ezeket a szép gondolatokat. Most nézzük meg azt a videóüzenetet, amelyben ismert kolléganőnk Bayer Ilona mondja el a gondolatait a bahájokról és az iráni helyzetről. 10 évvel ezelőtt dokumentumfilmet forgattam a baháj hitről, amelyben a hívők mellett megszólalt többek között Habsburg Otto is, aki arra emlékezett, milyen sokszor kiállt még annak idején Európa parlamenti elnök korában a bahájok üldöztetése ellen. Habsburg Otto szavaival mélységesen egyetértek, aki azt mondta, a bahájok rendkívüli emberek, mert szeretetet, megértést, békét sugároznak, hisznek és vallanak, szeretnének a földkerekségem. Ebben a filmben nagyon sok bahájt megismertem, és én azt gondolom, hogy minden tisztességes és becsületes ember tulajdonképpen baháj, ha még nem is tudja, hogy az. Éppen ezért érthetetlen és számomra elfogadhatatlan, hogy Iránban ma is ugyanúgy üldözik a bahájokat, mint ezelőtt évekkel, évtizedekkel, vagy éppen a bahái hit kezdetekor.